A tavalyi könyvhét sikere lett a független irodalmi elismerés idei nyertese. Péter F. Gergely pesszimista regényét, a kitömött barbárt, Kazinczy levelezése ihlette a fekete bőrű Angelo Solimánnal. Közép-Európában a 18. században még elfogadott nézet volt, hogy a feketék a majmokhoz állnak közelebb. Egy bécsi herceg az ajándékba kapott fekete gyereket, ezért kísérletképpen taníttatni kezdte. A fiú zseninek bizonyult, később Mozart és Kazinczy barátja lett. Halálát követően mégis kitömték, és múzeumban rakták, mint egy vadembert. A pesszimizmus látszólagos dolog, megalapozott dramaturgia, hiszen nem azt működtetem, hogy jaj de jó minden, mindenki jaj de jó, és jaj de jó a vége mindennek, hanem hogy hogyan veszik el az embertől az emberi méltóságot, az emberi értékeket, hogy hogyan gonoszodnak el az emberek, és hogyan szúrnak ki egymással. Pontosan ezek ellen demonstrálok. Kazinczy Ferencet az köti össze Angelo Solimánnal, hogy ő Bécsben magyarként barbárnak számít, miközben értelmiségi életmódja miatt idegennek tekintik saját hazájában is. Angelo Solimán a bőrszíne miatt is idegen, és azért is, mert géniusza kilóg a fekete sztereotípiából. Mindkettejük számára a szabad kőműves páholy adta meg azt az élményt, hogy igazán szabad lehet. Hogy Kazinczy Ferencnek volt egy ilyen elképesztő története, ez valóban újszerű, és én is, amikor ezt megtaláltam több mint 10 évvel ezelőtt Kazinczy Ferenc levelei között, akkor egy teljesen revelatív pillanat volt, hogy hát miért nem ezzel kezdték, tehát miért nem mesélték el ezt nekem eddig, miért azt mondták, hogy nyelvújítás meg Kufstein, és mutattak egy rossz metszetet Kazinczyról, tehát miért nem volt nekem ez a fickó eddig eleven? Péter F. Gergely 10 évig kutatta Kazinczy és Angelo Solimán barátságát. Eredményeiből született egy PhD dolgozat, a Solimán projekt számára létrehozott blog és egy félkész dráma is. Még Széphalomra is ellátogatott, ahol Kazinczy épp úgy a természet közelségében írt, mint ahogy ezt Péter F. is szereti. Kazinczy rengeteget beszél arról, hogy ő milyen kertet akar, és hogy milyen növényeket nagy gonddal válogatja ki. Ez a kő, meg ez a kő az ő széphalmi istálló épületének a romjából való. Amikor a Magyar Nyelv Múzeumában ott előadást tartottam, nagyjából ugyanerről a témáról, aztán amiből a könyvet megírtam, tehát a PhD-m kapcsán, ezt talán ő is megfogta. A valós alapú, fikciós történetben Kazinczy özvegye Török Szofi meséli el a két férfi párhuzamos életét, miközben a múzeumban a kitömött barbár előtt állva döbben rá, hogy egy olyan társadalomban, ahol a férfiak határozzák meg, hogy egy nő milyen lehet, ő is Angelo Solimánhoz hasonló szobor lett. Rájön arra, hogy ő ugyanazon a lépcsőfokán van a fehér férfi által kijelölt létezésnek, ahol a fekete ember, tehát valamilyen alacsonyabb rendű, valamilyen kisebb rendű, valaki, akit valamilyen formálni kell, akiről meg kell mondani, akinek meg kell mondani, hogy ő milyen legyen. Aki nem önmagát formálja, hanem akit mások formálnak. De nem az egyenlőség elvén, hanem a hatalom nyelvén. Azért gondoltam, hogy ő legyen az elbeszélő, mert hogy az olvasó jobban tud azonosulni egy olyan szereplővel, akit szánhat, mint egy olyan szereplővel, akihez úgy érzi, hogy ő nem ér fel. A regény ebben a pici szobában született. Péter F. korán kelő ember, mert csak délelőtt tud írni. Ha nem volt eredményes, délután az írás már nem nagyon megy. És ezt még össze kell hangolni a sűrű családi élettel is. Kettőnknek 3 házasságból 5 gyerekünk van Évával, és ezekből már egy csomó nagy, meg a kicsiknek is rengeteg barátja van, tehát egy ilyen átlagos hétvégén 20 ember mozog itt, ahol most ezt a szép nyugalmat látjátok. És hogyha írunk, akkor szükséges ilyen távoltartó eszközöket használni. Amikor a regényt írtam, akkor az 5000 karakter volt a szám. Tehát, hogy 5000 karaktert, ha megírok, akkor egy nap, akkor jó vagyok. Na most ez úgy volt, hogy megírtam 30000 karaktert, és volt, hogy hetekig nem írtam egy karaktert se. És hogyha megvolt, már 9-re az 5000, na akkor volt jó, igazán jó napom, mert akkor kaptam x óra szabadságot magamtól. Angelo Solimán egyszerre lett metaforája az idegenségnek, a szexuális tárgynak és a bűnös szabadkőműveseknek. A felvilágosodást erőszakkal elfolytó udvar és a kolera járványt babonákkal megfékezni akaró parasztok a regényben épp úgy tükörképei egymásnak, mint Solimán és Kazinczy. Nyelvújítónkat is csak a kolera miatti halála akadályozta meg, hogy Solimánról könyvet írjon. A világon ezt azóta sokan megtették. Péter F. azzal
azzal lép Kazinczy örökébe, hogy közös történetük mostantól a miénk is.